Ahhoz, hogy egy szakember gyakorlati oktatóvá válhasson a duális szakképzésben, több feltételnek is meg kell felelnie. Ebben nyújt segítséget a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, aminek mindenképp teljesülnie kell, az nem más, mint a szakirányú mesterlevél megszerzése. A másik pedig a gyakorlati oktatói tanúsítvány megléte szakirányú középfokú végzettség mellett. Azért ezt a kettőt emeltem ki, mert a támogatott mesterképzés és vizsgáztatásnak éppen az a célja, hogy a gyakorlati oktatóként tevékenykedő szakembereket, akik már gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkeznek, bevonjuk a mesterképzésbe, illetve azokat a szakembereket segítsük mesterré válni, akik gyakorlati oktatóvá szeretnének válni. Támogatott mesterképzésről beszélünk. Fontos megjegyezni, hogy ehhez a támogatást az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapjuk. Ebben az évben két szakmában tudtuk elindítani a mesterképzésünket, szakács szakmában 5 fő, villanyszerelő szakmában pedig 6 fő szerezte meg a mesteroklevelét. Egész évben folyamatosan várjuk a jelentkezéseket. Ennek a módjáról, illetve a feltételeiről az érdeklődők a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, a www.tmkik.hu honlapon informálódhatnak. A mesterképzés 2 hónapot vett igénybe, a résztvevők elméleti és gyakorlati oktatásban egyaránt részesültek. Igazából elvégeztem a gyakorlati oktatóit, és akkor úgy döntöttem, hogy egy kicsit tovább szeretném képezni magam, és a tanulóimnak többet tudjak nyújtani majd a későbbiekben, ezért próbálkoztam meg vele. Többet tudok nekik tanítani, több technikát megmutatni nekik, főzésben, mindenben. Az első körben magam miatt is beszerettem volna bizonyítani, hogy mester vagyok a szakmának, illetve a tanulókkal való foglalkozás is fő szempont volt. Fischer Sándor elnök elmondása szerint a mestereknek mindig is meghatározó szerepe volt. A mestereknek a szerepe az mindig is fontos volt a kézművesek és a gazdaság szempontjából. Ők, akik képviselték az adott szakmát, illetve társadalmi szempontból is, nagyon nagy jelentőségük volt, mind az oktatás, mind az egyéb szociális szempontokból, hiszen a 13. században még a védelem szempontjából is nagyon fontos volt, hogy ki a mester. Nem véletlen van az, hogy különböző bástyákat a mesterekről neveztek el. Erre nagyon nagy példa ez a halászbástya, ami azt jelenti, hogy a halászok mesterék, ...nek a bátyja volt, ők kellett védeniük az adott területeket. Utána inkább egyéb gazdasági szempontból voltak fontosak, és hát ők mintájuk voltak. Tehát mintaképük volt a többieknek, a hallgatók, illetve a tanulók rájuk néztek föl, és minden szempontból ők itt kiemelkedő társadalmi szerepet töltöttek be. Egyrésztről ez elsősorban saját szempontjából nagyon fontos, hiszen ő ezzel kiemelkedik a többi vállalkozó közül. Másrésztről gyakorlatilag a hallgatók, a leendő tanulók is mindig őt tekintik példaképnek. Jelentős hagyománya van Tolna megyében is ennek a mesterképzésnek. Tőlünk nyugatra, elsősorban Németország, Ausztriában szintén nagyon nagy jelentősége van a mestereknek. Bizonyos feladatokat nyugaton csak ők láthatják el. Nálunk is egyre több a tekintélye ennek a névnek, hogy valaki mester.